Független média felület Miskolcon. Szevasztok! Nagy Zsuzsa vagyok, a Zöldre Váltók műsorának szerkesztője. Már elbúcsúzott tőlünk Szűcs Béla miskolci gombászoktól, és már újabb vendégünk itt van a stúdióban, Dobos Endre, de engedjétek meg, hogy közben még néhány zöld hírt, hiszen hiába a decembert tapossuk lassan, rengeteg esemény még vár benneteket, hogy tudjatok csatlakozni, akkor ismertetnénk néhányat. Így például december 2-án a Diósgyőri gimnáziumban lesz ismét egy ásványbőrze, de nem csak bőrze lesz, hanem 3D-s vetítésben a föld felszíne alatt található Magyarország kristálybarlangjairól szóló 3D-s vetítés látható. Én ajánlom figyelmetekbe, mert élmény, tehát ugye nem egy egyszerű diavetítés, 13, 14 és 15 órakor kezdődik. Érdemes benézni, új fotók, új technika, majdnem minden évben jönnek, de megint teljesen új anyaggal készülnek az előadók. Ugyancsak 2-án, de teljesen más helyszínen, hiszen nem Miskolcon, hanem kint Gömörszőlősön az Ökológiai Intézetnél Gyula Iván vár benneteket ember és környezet kímélő kertművelési programra. Ez két napos, tehát a mély mulcsolástól kezdve a talajtakarás, egyáltalán a talaj ökológiai állapotáról, megújítási lehetőségeiről szóló műhelymunkára lehet jelentkezni, és december 8-án a műszakibb beállítottságúak szintén jelentkezhetnek, de ők már Miskolcra egy kalákás komposztkazán építésre, hiszen az autista majorságban, a Varga hegyen építünk ki már harmadszor a melegházba, a téli palánta neveléshez komposztkazán, úgyhogy aki szeret trágyát pakolni, mulcsolni, másfél-két méter magasságban olyan 20-25 köbméternyi anyagot villával, gerebjével, mindenfélével az csatlakozzon, nagyon jó kis furikos labirintuson át tudjuk beközelíteni a sátorba, úgyhogy el kell a friss, fiatalos, erős kéz. Tehát lehet jelentkezni december 8-ára vagy 9-ére, mind a két napon valószínű, hogy marad még munka. Civil Rádió Miskolc.